a Széchenyi Tudományos Társaság Alapítvány névadójának, a legnagyobb magyarnak egyik legfontosabb intelmét szem előtt tartva, miszerint az ember annyit ér, amennyit használ, 2006 óta évről évre a társaság legrangosabb elismerésének számító Széchenyi aranyérem kitüntetésben részesíti azokat, akik különösen sokat tettek a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért. Ebben az évben professzor dr. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke szakmai tudományos munkássága, valamint közéleti politikai tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a rangos díjat, amelyet korábban a tudomány, a kultúra és a közélet olyan neves személyiségei vehettek át, mint professzor dr. Kosári Domokos, a Tudományos Akadémia néhai elnöke, vagy éppen Václav Havel, a Cseh Köztársaság egykori elnöke. Nem könnyű dolog megfelelni elvárásoknak. Elnök úr, egy publikációs önéletrajzomból megjelent mondatot idézte, ami úgy hangzott apai utalásként 1954-ben, amikor nem könnyű időszakot élt át a családom, hogy gyűlölettel nem lehet családot, népet és nemzetet építeni. Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján idén professzor dr. Latorcai János mellett dr. Patarcsics Éva kardiológus főorvos és dr. Bajkai István képviselő úr részesült emerangos elismerésben.